Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 3-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszámolót láthatnak az idei Szent István díj átadásáról, majd ellátogatunk az Árpádházi Históriák színházi előadásra. Ezt követően a Királyi Napok három konnyűzenei koncertjéről, Fenyő Miklós, a Bikini és a Bagosi Brothers koncertjéről következik egy beszámoló. Tartsanak velünk! Ünnepélyes keretek között adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat, az elismerést ebben az esztendőben Bicó Piroska régész vehette át. A Székesfehérvári Királyi Napok ünnepség sorozat keretében idén is átadták a város legjelesebb civil elismerését, az államalapító Szent István emlékérem és díjat. Spány Antal megyéspüspök a díj kuratóriumának elnöke elmondta, hogy az elismerés célja kezdetektől változatlan, a keresztény értékrenden alapuló életmű elismertetése és elfogadtatása az egész magyar közösség vonatkozásában. Ma tapasztaljuk azt, hogy a világban van egy olyan erő, amely a gyökereket nem nagyon becsüli, a múltat nem értékeli, valahogy, mint hogyha mindent előről kezdhetne, mindent valahonnan újra magától indítva lehetne elindítani és újra kezdeni. Ez nyilván nem így van. Aki ezt megteszi, az sokat veszít, önmagában is veszít, az emberiség is veszít az ő törekvése által. Nekünk fontos, hogy megbecsüljük a régi hagyományokat, tiszteljük a gyökerünket, és vállaljuk lelkünkben, szellemünkben az ősök hagyományát. Ehhez hozzátartozik az, hogy tiszteljük azt, amit ránk hagytak, megbecsüljük, ami megmaradt abból a kincsből, ami az életükhöz tartozott. Bicó Piroska egy olyan személyiség, aki nagy felkészültséggel és rátermettséggel kész arra, hogy ezeket a régi kincseket fölfedezze, osztályozza, nekünk bemutassa, elmagyarázza azok jelentőségét, azok fontosságát. Nagy öröm számunkra, hogy itt Székesfehérváron egy ilyen személynek adhatjuk át Szent István ünnepéhez kötődően ezt a mai díjat. Laudációjában a Lővei Pál akadémikus kiemelte, Bicó Piroska a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott régésze, a keresztény értékeket hitelesen képviselő lelkiismeretesen és magas szakmaisággal végzett munkásságáért, és Székesfehérvár történelmi múltja, különösen a Királyi Bazilika régészeti leleteinek kutatása során végzett, kiemelkedő tudományos tevékenységért végzett munkájáért vehette át az elismerést. Bicó Piroska valóban több mint 30 évet töltött az életpályájából Székesfehérváron, annak a Pépossági templomnak és Pépossági épületegyüttesnek a feltárásaival, amelyet Szent István alapított, és ahol el is temették. Tehát ilyen szempontból is ez a díj nagyon jó helyre került az ő személyében. Hozzá kell tenni, hogy ez alatt az idő alatt rendkívüli munkát végzett a múzeum kőanyagának, a Pépossági templom kőfaragványainak a méltó bemutatása érdekében. Én azt hiszem, hogy ez a Szólium Regni, az országtrónus, a kiállítás, amelyik előző év novemberében nyílt, nélküle egész egyszerűen nem jöhetett volna létre, se a tudása, se az álhatatossága, se a belefektetett óriási munkája nélkül. Úgy tudta összefogni az építészeket, a restaurátorokat, a művészettörténészeket, a belső építészeket, tipográfusokat, mindenkit, hogy az ország, de azt hiszem, hogy talán egész Közép-Európa legszebb kőtára jött itt létre Székesfehérváron, és ez neki köszönhető elsősorban. A Királyi Bazilika kutatója az 1960-as évek közepétől Kralovánszki Alán volt. 1969 és 72 közötti ásatásait kisebb munkák után 1988-tól folytatta, 1993-ban bekövetkezett haláláig.
Munkáját Bicó Piroska addigi segítője folytatta, melynek alapja a Szűz Mária Prépossági templom, vagyis a székesfehérvári királyi bazilika rom területének feltárása volt. Amikor a Lovánszky Alántól örököltem a bazilika kutatását, tehát készülni soha nem készültem erre, de amikor megismertem ezt a területet és a munkát, akkor észrevettem a vele járó felelősséget is, és hát próbáltam mindig ennek megfelelni. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár számára, sőt a teljes magyarság számára ez különösen fontos. Voltak-e olyan pillanatok, amelyek megerősítették abban, hogy jó úton jár ön is, és jó úton járunk mi is ebben a kérdéskörben? Hát az én pályafutásom alatt, hogy így mondjam, elég sok kaland volt a romkerttel és a romterülettel. Épült a tető fölé, aztán akartak más építményt is, tehát nagy háborúk voltak. És azt tudom mondani, hogy a fehérváriak a végén mindig megvédelmezték a romkertet és a romokat. Miként fogadta ezt az elismerést? Hát nagy megtiszteltetés, és nem is gondoltam rá, és igazán nagyon köszönöm mindenkinek, aki ide ítélte. Az ünnepségen megerősítették, hogy az ünnepség sorozat Székesfehérváron, melyeket lelkünkben és szívünkben ünneplünk, nem csak a városnak, hanem az egész országnak kiemelten fontosak, és közöttük fontos és sajátos helyet foglal el az államalapító Szent István emlékérem és díj átadása. Árpádházi Históriák címmel királyaink életét felidéző drámát mutattak be a Bartók Béla téri szabadtéri színpadon. A darab Lőrinc Zsuzsa rendezésében Róvó Tamás koreográfiájával került színre. Atya Géza fejedelem, aki háza népével együtt hitt és megkeresztelkedett, megfogadván, hogy minden uralma alá vetett alattvalóját a keresztény hit szolgálatába állítja. Ebben az esztendőben immár 7. alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a Kárpát-medencei színjátszó tábort a Rákóczi Szövetség, a Vörösmarty Színház és Székesfehérvár önkormányzatának szervezésében. A résztvevő határon túli fiatalok intenzív próba folyamatot követően egy igazán különleges produkciónak lehettek részesei nemzeti ünnepünkön. A Bartók Béla téren bemutatták az Árpádházi Históriák című darabot, amely az elmúlt 10 esztendőben a koronázási szertartási játékokban bemutatott királyok kalandos életének egy-egy jelenetét meséli el. Annyira izgalmas az Árpádházi királyok története, ugye az óriás szertartási játékok, amik a Nemzeti Emlékhelyen voltak 10 éven keresztül, azoknak a forgatókönyvéből dolgoztam. És külön izgalom ilyenkor mindig az, hogy választom ki a jeleneteket, úgy, hogy igazából nem ismerem a gyerekeket, akik majd játszani fogják. Úgyhogy az első 2 nap az ismerkedéssel megy el, amíg kitalálom, hogy kinek melyik szerep áll jól, és hogy tudjuk összefűzni a jeleneteket. És az a csoda, hogy valahogy mégiscsak, tehát a 3 színészt ismertem, és őrájuk építettem, de az a csoda, hogy látni, ahogy megtalálják a gyerekek a szerepet, és ahogy a szerep megtalálja őket, és ez a színház csodája megszületik egy hét alatt, ez mindig felemelő. Amikor László királyom tatárokat kergette, a menekülő ellenség pénzt szórta, hadd tartsa vissza a kapzsizsát őket, de László imájára az a sok pénz, mint kővé változott. Az idei előadásban az eddig bemutatott darabokból királyaink életéből fűztek össze jeleneteket, mint egy okulásul, hogy mi minden történt hazánk történelmének hajnalán. Én nekem évről évre mindig nagyon-nagyon jó érzés itt lenni. Ennek 2 oka van, egyfelől rendkívül fontosnak tartom a törekvést a város részéről, hogy a saját identitásukat így módon megfogalmazzák, a helyszínt, a város múltját évről évre artikulálják, és ez így egyre jobban elterjed a város, a megye, az országnak az emlékezetében. Másfelől pedig nagyon fontos az, hogy a határon túli fiatalok, gyerekek összejönnek, és ezzel foglalkoznak, és ezáltal találkozhatnak, és együtt emlékezhetünk meg a magyarság történelméről. Most éppen nem egy önálló fejezet van, hanem egy összefoglalás, de hogy ebben ők is és én is részt vehetek, ez számomra rendkívül megtisztelő. Hogyan vezethetnék én világtalan egy országot? Úgy, ahogy téged vezet az asszonyod. Én soha nem akartam király lenni.
mégis a fejemre került a korona. Az Árpád-házi királyok történetei kiapadhatatlan források, olyan történetek vannak benne, hogy számtalan előadással lehetne megmutatni eleink ünnepeit és mindennapjait. Csodálatos, megerősítő, fantasztikusak a srácok, hogy dolgoznak. Tényleg egy hét alatt ezt megtanulni, összehozni, nekünk is nehéz színészeknek, de hogy ők meg tudják csinálni, ez fantasztikus tényleg. A Tomi a koreográfus, a Zsuzsa a rendező, tényleg csodálatosan összefogják ezt a dolgot. Lángány, lángocska, libbengető lángocska, ezüstből az árnyéka, eleven kis lángocska. Na, mi az? A Kárpát-medencéből, Erdélyből és Felvidékről, Temesvárról, Nagyenyedről, Nagyváradról és Gútáról érkezett fiatalok számára egyszerre jelentett ez az előadás megerősítést és kihívást. Ez is jelképezi tulajdonképpen így az összes magyarnak az összetartozását, és annak külön örülök, hogy általában a Kárpát-medenceiekre koncentrálnak a Rákóczi Szövetség, főleg a Vörös Martival együtt dolgozva, mert így még inkább belekerülünk, és újra éljük a történelmet, és ez nagyon szép, mert a régi Magyarország történelmével foglalkozunk. László utolsó éveiben az ágyasait napszámra cserélte. Izabellát, törvényes feleségét kiengedte Zárda börtönéből, de nem törődött többé vele. Éduához, Kun feleségéhez húzott ismét, akit hol előzött, hol visszahívott. Lázámos terveket szőtt egy új keleti birodalomról. Szeszélyes dükkitöréseitől rettegtek a közelében. A darab a személyiség tisztelete mellett egy-egy sorsfordító időszak megidézésében történelmi pillanatoknak lehettünk tanúi, tovább gondolva gyökereinket. Engem minden évben nagy örömmel tölt el, hogyha részt vettek a koronázásban, mert nagyon jó, hogy újra egy ilyen kis történelmi gyors talpalót kaphatok. Idén pedig kifejezetten nagyon izgalmas feladat volt, mert most egy ilyen, hát egy így az egész történelmet végigveszi, egy ilyen kis história. Szóval most még tömörebb, még összetettebb maga az anyag, és nagyon jó szerintem, hogy most új téren vagyunk, új helyszínen, és most kevesebben vagyunk, most csak hárman vagyunk a társulatból, a többi pedig a Rákóczi Szövetségnek a fiataljai, és most valahogy én így sokkal jobban közel tudtam hozzájuk kerülni, és nagyon jó egy ilyen új generációval dolgozni. Ilyenkor mindig rájövök, hogy már nem vagyok annyira fiatal, bár nem vagyok öreg, de nagyon izgalmas ilyen nagyon fiatalokkal, 14, 15, 22, 23 évesekkel dolgozni. Általuk ismerszik meg a világ. Szóval nagyon-nagyon jó velük, nagyon ügyesek, szerintem nagyon lelkesek, és nagyon sok energiájuk van, és ez mindig valahogy engem is úgy feltölt. És nagyon jó a Zsuzsával dolgozni, mert nagyon felkészült volt, és nagyon-nagyon jól összetartja szerintem ezt az egészet. A darab, mint láthatjuk, nem a tananyagra támaszkodik, sokkal inkább arra sarkal, hogy a felgyorsult világban is szakítsunk időt történelmünk megbecsülésére. Fenyő Miklós a magyar rock'n'roll atya volt, a királyi napok vendége. Az énekes fél évszázad dalait hozta el Székesfehérvárra. Vergeteges bulit rendezett Fenyő Miklós és csapata a Zicsi színpadon. Nem mellesleg egy olyan koncertet láthattunk, hallhattunk, ahol a közönség végig társ volt dalban, táncban. Mondhatjuk, hogy több ezeren lubickoltak a nézőtéren az ízig-vérig Fenyő Miklós rock'n'roll varázsában, mert ahogy Utasi József a legendás költő írja, nem az arany, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát, az a titka. A magyar rock'n'roll ikonja pedig, aki idestova 56 éve varázsolja el a műfaj barátait, ezúttal is kinyitotta a kalitkát. A rock'n'roll királyaként csapatával felejthetetlen estével ajándékozta meg a királyi napok vendégeit a királyok városát. Jövőt nem sejthetem. A múlt az egyértelmű, a jelen is. A jövő, hát
Nem elképzelhető, az ember élénk fantáziával rendelkezik. De hát egy költőt idézett, egy költőnek kell, hogy fantáziája legyen. Valamilyen szinten én is az vagyok, magam szövegeit mind én írtam, egész életemben, egész pályafutásom során, úgyhogy egyet tudok érteni, és egyet tudok érezni a Renáta idézett költő barátjával, meglátjuk a jövőt. Bizony fantáziadúsnak kell lennie ahhoz, ha valaki olyan dalokat ír, amelyek leképezik a fél évszázad mindenkori fiatalságának gondolatait, hiszen ahogy ezen az estén is megtapasztalhattuk, Fenyő Miklós dalait, régieket és újakat egyaránt együtt fújja a közönség, korosztálytól függetlenül. Helyzet az, hogy ezt nem lehet gondolni. Ehhez jósnak kéne lenni, és vagy az embernek felfedezni saját magában a jós tehetséget. Nem biztos, hogy én felfedeztem magamban. Azt tudtam, hogy ez egy örök elkötelezettség, és az idők végezetéig a lelkemben ez ott van. Tehát nem tűnik el. Ez mozgat engem, ez egyébként a mindennapjaimat is meghatározza, ez már egy kicsit nyilvánvalóan a filozofikusabb része a válaszomnak. De mégis, igen, tehát meghatározza az embernek az én tudatát, vagy az egóját, vagy a önmaga alkotta önképét. Fenyő Miklós hitvallása, hogy dallá formált vallomásaival megidézi önmagát, megerősítést ad a közönségnek, hogy így is lehet mélységgé formálni a jókedvet, a mindennapok varázsával pótolni a várva várt ünnepet, lírával vagy rock'n'roll-val. Az a másfél óra, kicsit több, amit én a színpadon töltök, szemben a közönséggel, az egy nagyon-nagyon jó játék, mert az olyan, mint egy teniszmeccs, a labda honnan ide pattan, innen oda pattan. A különbség csak az, hogy mi nem ellenfelek vagyunk, hanem szövetséges közönséggel. Az est életigenlő ihletett pillanatokat hozott a közönségnek is, mert ez valóban médium munkája. Szombaton is zsúfolásig megtelt az Icsi-liget színpadi környéke a királyi napokon. A programban a fehérvári közönség kedvence, D. Nagy Lajos és csapata, a Bikini együttes lépett fel. Szombaton este folytatódott a királyi napok koncertsorozata. D. Nagy Lajos, aki Hajdanán Székesfehérváron is megmutatta tehetségét, amikor a Gorzium együttesben énekelt, otthonról hazajött, hiszen városunkból indulva jutott el a rockzene csúcsaira a Bikini frontembereként. Nagyon szeretem Székesfehérvárt, nagyon szerettem itt lakni, ez egy csodálatos hely volt. Életem meghatározó része volt tényleg az az időszak, amit itt töltöttem, Alba együttesben. Először voltam egy profi zenekarban. Meg kell említeni Mikó Pétert, aki meghatározó egyénisége volt a zenekarnak, ő volt a zenei vezető, és tőle tanultam meg a zenei profizmust, hogy hogy kell összeállítani egy műsort, minek kell benne lenni, minek nem kell benne lenni, hogy kell viselkedni egy színpadon. Tehát ezt mindet tőle tanultam meg, és gyakorlatilag tehát minden percére emlékszem a székesfehérvári tartózkodásomnak. A műsorban a Bikini felvonultatta a teljes arzenáját mindannak, ami a rockbarátokat kortól függetlenül élteti, és D. Nagy Lajosék 4 évtized után is megtapasztalhatták, hogy dalaik szájról szájra terjednek, épp úgy, mint egykor a népdalok. Egy nagyon-nagyon jó műsort állítottunk össze. Nagyon fogja szeretni a közönség.
ezt a műsort. Tegnap kipróbáltuk Párciumban, Romániában, Tasnád városában, és hát nagyon-nagyon szerette a közönség. Ilyen tulajdonképpen úgy van megszerkesztve, hogy ilyen érzelmi hullámvasút, tehát egy ilyen érzelmes rockballada, utána egy pattogó, gyors, keményebb dal, utána egy kicsit olyan, úgy mondjuk, hogy lötyögős, amire olyan jól tudnak úgy lötyögni az emberek, aztán megint egy rockballada, tehát ugye nagyon színes a műsor. A koncerten ismét fény derült arra is, miként lett egy tiltott, majd tűrt együttesből egy nemzedék életérzésének megfogalmazója és legvonzóbb koncertzenekara, hiszen olyan dalok szólaltak meg, amelyek hitelesítik D. Nagy Lajos és a zenekar hitvallását, az érzelmek mozgatnak, a szív hangjai a legfontosabbak a számunkra. 2020-ban jelent meg egy szólólemezem, és azon van egy dal, amit többször is meghallgatok, az egy életrajzi eseménynek, egy történésnek a leírása, Gondolj rám című dal, és hát ott ezt el is mondom, hogy ne felejtsd el, hogy a szívhez visz minden út. A bikini tehát idén is hódított, a jövő pedig megkezdődött. A királyi napok záró estjén a Bagosi Brothers volt a vendég, nem lehetett azonban teljes a rajongók öröme, mert az ítélet idő miatt félbeszakadt a koncert, amit Cserpakovics András polgármester bejelentése szerint egy más időpontban pótolnak. Gyerekként üres még a várom, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, Bajmaroszban én is, a zenekosztásnál csak első lehetek. Hazánk és a Kárpát-medence egyik legnépszerűbb zenekara, a Bagosi Brothers zárta a királyi napok koncertsorozatát. A Gyergyó-Szentmiklósi csapat idestova 10 esztendeje alakult, és Erdélyből indulva meghódította az igényezzene kedvelőit. Eddig soha nem látott tömeg töltötte meg az Zicsi színpad előtti tereket, és nem kellett csalódniuk. A zenekar felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg közönségét. Igazán kedves hely számunkra, és tényleg amúgy többször is megfordulunk itt, már csak a zenélésen kívül is. És igazából most vagyunk a szezon kellős közepén, most már jó sok koncert van Istennek hátunk mögött, és készítettünk egy olyan repertoárt, amit úgy gondolunk, hogy abszolút megvannak a maga hullámvölgyei, van, amikor fent érezhetik az emberek magukat, ugyanúgy, hogy mi is a színpadon, és van, amikor mélyebbre tekinthetünk a lelkünkbe. Ezt minden évben meg szoktuk tenni az év elején, és hát reméljük, várjuk a koncertet, reméljük, minél jobb lesz. Meg hát hozzátartozik az igazsághoz, hogy ugye Fehérváron már többször megfordultunk, de ezen a rendezvényen nem, és mivel a hangmérnökünk, Herceg Péter, ő fehérvári kötődésű is, ő már nagyon régóta is szerette volna, hogy végre itt játszunk, hogy ez neki is egy nagy nap, és emiatt nekünk is extra. Egy az álom, ami felé mi nézünk, és ha már elérünk nekünk, ez akkor is újra megy, 14-21, lassan 30. Az idő ma vacsa lélek össze-vissza hajlik, minden mellett 400 neont kép. Valahogy az enyém még, az az emlékét, ami dalaikban, ahogy megszokhattuk, az érzések és egyfajta világkép összegződik, amelyek átjárják a koncertlátogató lelkét, és nem csak szövegszerűségükben kínálják a továbbgondolás lehetőségét. Gyerekkorunk óta a gondolkodás az nagyon-nagyon az életünk része volt, és nyilván mindenki gondolkodik, de volt egy filozófia tanár, akinél mi tanultunk is gitározni egy részt, és nekem mindig az volt a módszer, hogy nem feltétlenül az a fontos, hogy minél több akkordot le tudjon fogni az ember, hanem hogy azt az akkordot, amit lefog, azt tudja mindenképp összekötni az érzelmi vonulatok, és rengeteg ilyen hajnalig tartó filozófikus világ megfejtések, beszélgetések voltak, és talán emiatt az a hozadéka is a Bagosinak, meg maga ennek a zenekarnak, hogy nekünk a gondolkodás, a szöveg, az újragondolás, ezek mindig nagyon-nagyon fontos részei voltak a zenének. Abszolút egyet tudok érteni, öcsém, mert tényleg zseniális élmények, meg emlékek azok, amikor tényleg nagyon-nagyon sokáig filozófálunk az élet nagy kérdéseiről, amikre nem mindig, sőt, általában nem találunk választ, de igazából a lélekmelengető az, hogy a érdekel bennünket is, körüljárunk olyan témákat, amik amúgy rólunk szólnak, Isten igazából.
siker ugyan meghatározta mindennapjaikat, de hiszik, hogy megmaradhatnak abban a világban, ami az övék volt és lesz. Ugyanazon az úton szeretnénk haladni tovább, mint amin rajta vagyunk. Hiszem azt, hogy ahogy telik az idő, úgy érünk, változunk, mélyülünk, és máshogyan gondolunk egy pár dologra. Szeretünk periferikusan mozogni, jobbra-balra kikacsingatni, de azt gondolom, hogy jó úton járunk, és jól érezzük magunkat benne. Abszolút mondhatnánk, hogy ez egy jövőkép, és igen, ahogy bátyám is mondta, mindenképp az fontos, hogy ezen az úton maradjunk, a cél inkább az, hogy minél messzébe eljussunk. Vajon így, ez így marad, maradhatna így, veled utazom, haza, én meg így. Egy ilyen koncert végén általában egy összegzés jön, de ezt most keresztül húzta az időjárás, a viharos szél, a felhőszakadás és a villámlás miatt ugyanis a koncert félbeszakadt. Cserpakovics András polgármester még este egy bejegyzést tett közzé, mely szerint a közeljövőben újra vendégül látja Székesfehérvár a Bagosi Brothers-t. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!